Az EUCET, vagyis az Európai Civil Együttműködési Tanács első nemzetközi konferenciáján miről is van szó, tényleg csak nagyon röviden egy-egy mondatban, és aztán a szervezők, illetve a nemzetközi sajtótájékoztató résztvevőjéről részletesebben is szólnak majd. Valamennyien tudjuk, hogy 2017 őszére vált sürgetővé az az európai helyzet, ami végül Európai és Civil Együttműködési Tanács létrehozásához vezetett magyar és lengyel kezdeményezésre. Akkor, vagyis ugye még 2017-ben olyan eszmei alapot teremtett a szervezet, amely azóta is bizonyítja, hogy az egyetlen járható út, ha változatlanul a szabad nemzetes uniós szövetségeként dolgozunk, mindannyian a keresztény Európáért. Ide kívánkozik, és gyakorlatilag a mai nap egyik mottója is a CÖFCÖK, a jelszava, semmit rólunk, nélkülünk. A mi civil mozgalmunk történetesen a civil összefogás közszázda alapítvány, és ezen belül a CÖF 10 éve alakult. Erre nagyon büszkék vagyunk. Talán azért is, mert egy olyan civil szervezetről tudunk beszélni, ahol a pártoló tagok 15 ezer szellemi honvédőben testesülnek meg, vagy annál többen, mert folyamatosan növekszik ez a létszám, és ezen kívül több száz civil szervezet, amelyik velünk jön és együtt gondolkodik. Mi nemzeti állásponton vagyunk, mi haladó konzervatívok vagyunk, és úgy érezzük, hogy ettől a kájától nem is akarunk semmiféleképpen elszakadni. És így szeretném megköszönni azt a támogatást, amit a Szerencsejáték Kft-től kaptunk, hogy többek között ezt a rendezvényt is megfelelőképpen, megfelelő színvonalon hozzuk létre. Azt is elmondom, hogy nincsen már nagy gyakorlatunk, de azért visszatérek arra, hogy 2017-ben már egy előzmény volt, egy olyan szimpóziumot hoztunk létre, amikor is több európai országból a eljött jelenlévők megvitatták a civilitika kezdődő javasolt tudományágával kapcsolatos elképzeléseket. Egy ilyen könyv alapjában született meg, 5 nyelven a civilitika, és azóta nagyon sok hozzászólás van, és azt hiszem, hogy nagyon sok követőnk is. Ez 2017. 2017-ben ez a szimpózium egy záró nyilatkozatot adott ki, amiben tulajdonképpen arra kérte az ott lévőket, az ott lévő eddigi szervezőket, vagy mondhatnám addigi szervezőket, hogy hozzák létre, ha lehetséges, minél hamarabb az Európai Unió Civil Együttműködési Tanácsot. Ezt mi feladatunknak tekintettük. És akkor még egy kis visszaemlékezés, hiszen itt ül mellettem Tomáš Sákievics úr, akivel együtt dolgozik a CÖFCÖK-a, a 450 klubbal, amit ő képvisel, és boldogan mondom el, hogy 2011-ben írtuk alá azt a stratégiai szerződést a klubbal, a lengyel klubokkal és a határon túli magyar elnyőszervezetekkel, amelyek megalkották azt a CEPT-et, amit úgy hívtunk akkor, és ma is úgy hívjuk, hogy civil együttműködési tanácskozás, és akkor itt jött az az impulzus 2017-ben, hogy most már ne csak a Kárpát-medence szervezeteivel próbáljunk hangot kibocsátani, aktívak lenni Európában, hanem akkor Európa más országaiban is hívjunk ide aktív civileket. Fontos, hogy megjelenjen egy olyan kiadvány, amit előre megkaptak a résztvevők, itt van, és a magáért beszél a cím, mert ugye azt mondja, hogy polgár, mérték, érték. Erről fogok beszélgetni. Immáron 3-4 éve civil ügyekkel foglalkozhatom, ezért hálás vagyok. A civil ügyeket egyébként áthoztuk a miniszterelnökségre az Emberi Erőforrások Minisztériumából, már csak azért is, és ott megalakítottuk ezt a helyettes államtitkárságot, mert úgy véljük, hogy a civil ügyek
azok horizontális ügyek, nem köthetők se a kultúrához, se az oktatáshoz, se az egészségügyhöz feltétlenül, vagy szociális ügyekhez, hanem az egész társadalom érdekét és az egész társadalom ügyeit testesítik meg, minden szakterületet beleszámítva. Mi vagyunk azok, akik a Nemzeti Együttműködési Alapnak a pályázatait lebonyolítjuk. A Nemzeti Együttműködési Alap a kormánynak a civil alapja. Ez az alap idén kb. 6 milliárd forintot tudott, vagy fog szétosztani a civilek között. Egyelőre már 7,2 milliárd forintot tudunk ilyen eszközökkel szétosztani. Ez a kormánynak a civil alapja, de ezen túlmenően ma jelentem büszkén és örömmel, hogy a civil élet köszöni szépen él és írul Magyarországon, bárki bármit mond bárhonnan. Ahogy az elnök úr sem tette, több mint 60 ezer civil szervezet működik az országban, és megnéztük azt, hogy különböző kormányzati, önkormányzati, uniós forrásokból is vegyített forrásokból mindösszesen 284 milliárd forint ment szét a civilek között, osztódott szét, vagy osztottak szét a civilek között, ez itt talán szebb magyarul, múlt évben. Ha arról beszélünk, hogy európai civilek és szabad nemzetállamok, akkor mindenképpen még azt engedjék meg, hogy megemlítsem, hogy a magyar kormány elkötelezett a Nemzetek Európája mellett, a Nemzetállamok Európája mellett, és elutasítja az Európai Egyesült Államok, hát, hogy így mondjam, álmát vagy vágyálmát. Mi úgy gondoljuk, hogy a nemzetállamokat, ezen belül is a kulturális önazonosságot, és ezen belül is egyébként, vagy még talán nagyobb gyűjtőfogalomként a keresztény kultúrát kell támogassuk, ez Európa jövője. És én azt gondolom, hogy mi nem hiszünk abban, hogy minél több hatáskört Brüsszelnek kellene, Brüsszelre kellene átruházni. Mi azt gondoljuk, hogy egyébként, ha arról beszélünk, hogy nemzetállamok Európája, akkor az Európai Tanácsnak a döntő szerepe az lényeges. Úgy látjuk, hogy az Európai Bizottság pedig inkább a nemzetállamok, és ezen keresztül, tehát az Európai Tanács akaratának a végrehajtója kellene, hogy legyen. Ahogy tudják, együttműködünk Csizmadia László úrral és a CÖFF-el, a magyarokkal, 2012 óta. A nagy utazás Magyarországra, akkor 10 000 lengyel jött önökhöz, Magyarországra, hogy együtt ünnepeljenek önökkel, és egy közösen ünnepelje a magyar-lengyel népek tavaszát, amiben több ezer lengyel vett részt annak idején is. A Gazeta Polska klubjai szervezték ezt az utazást. Ez a legnagyobb lengyel civil szerveződés, és a legnagyobb civil szervezet a világon, amely a legtöbb embert tömöríti. Több mint 450 klub van a világon, 300 Lengyelországban, 150 az országon túl. A klubok 3 kontinensen működnek, Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában. Mindenütt, ahol erős lengyel diaszpórák vannak. Nem csak lengyelek aktivizálódnak benne, hanem akik szimpatizálnak a lengyelséggel. Mint Budapesten is van klubunk. A polgári értékek, nemzeti értékek támogatása miatt jött létre ez a klub, ami emlékeztet mindig arra, hogy kik a lengyelek, mi a lengyelség. Ezért az a politika, amellyel Magyarországon találkoztunk, nagy támogatást élvez nálunk. Ez egy alulról jövő szerveződés, a Gazeta Polska klubjai. Akkor, amikor a magyar politikát Európa részéről Orbán Viktort is támadások érték, akkor döntötték el, hogy támogatni fogjuk közösen magyar barátainkat, és azóta évről évre jövünk ide Magyarországra. Évente többször találkozunk, úgy gondoljuk, hogy
több olyan ideát tudunk létrehozni, amely a nemzeti népfelség elvén működő demokráciákat tudja támogatni. Ezen célból szoktunk találkozni magyar barátainkkal és külföldi barátainkkal is. Az, amit szeretnénk bemutatni, hogy a céljainkat úgy is megvalósíthatjuk, hogy együttműködünk polgári szervezetekben, tehát, hogy nem feltétlenül politikai pártok működése az, ami segíthet, az, ami előre vihet, hanem, mint egész Európában alulról jövő polgári kezdeményezésekkel, civil munkával tudjuk segíteni. A mi munkánk példát mutathat, hogy Európát így lehet csak építeni, hogy a társadalmakkal közösen, hogy sosem a társadalmak ellenében. Három fontos témát szeretnék csak felvetni. A mi tisztünk az természetesen, hogy a keresztény üldözésről szót tegyünk, szót emeljünk vele szemben. A keresztény értelmiségiek szövetsége alapítója, mint civil szervezet, alapítója a CÖF-nek. Méghozzá a mi székházunkban voltak az első találkozók. Büszke vagyok erre, mint a kész elnöke 20 éven át. Tehát az üldözések. Jézus maga mondja, hogy ha meg nem tértek, ugyanúgy elvesztek, ahogy azok, akiket akkor Heródes király éppen az áldozatbemutatás közben mészároltatott le. Félelmetes a történelmi párhuzam, ismétli önmagát a történelem. Sri Lankán pontosan ugyanez történt, éppen a husvéti áldozatbemutatás, a szentmiség bemutatása közben történt a rettenetes véres merénylet. Idézzük fel, hogy 50 országban 220 körül van, 220 millió körül van azoknak a keresztényeknek a száma, akik üldözést szenvednek napi életveszélyben, vannak pusztán azért, mert keresztények. Furcsa volt látni a Notre Dame-nak a leégése körüli nyilatkozatokat. Ugyanabból az időből való a templom, amikor Assisi Szent Ferenc látomása határozta meg egész Európát. Ez a látomás pedig egy üledező templomról szól, amelyiket Szent Ferencnek kellett megtámogatnia és újjáépítenie. A Notre Dame egy ilyen emblematikus, ikonikus épület, és hát az igazán jobboldalisággal és kereszténységgel nem vádolható francia elnök maga is így értékelte az épületet, a templomot. Vajon ha a jelképet helyre kell hozni és meg kell támogatni, akkor magát azt, amit jelképez, nem? Természetesen igen, tehát magát a kereszténységet kell helyrehozni Európában, vagyis vissza kell térni a tiszta forrásokhoz. És végül a harmadik téma, amit föl szeretnék vetni, ez a keresztény kultúra fogalma. Sokat használják a politikusok is, közélet szereplői, hogy Európában is meg kell védeni a keresztény kultúrát. Azt tapasztalom azonban, hogy az átlag emberek fejében nem áll össze az, hogy ez mit jelent az ő mindennapjaiban. Tehát mit jelent a keresztény kultúra az átlag ember mindennapjaiban? Milyen értékekről van szó, amikor a keresztény értékekről vagy a keresztény kultúráról beszélünk, és hát itt csak néhányat említsünk meg címszavakban. Az emberi személyi méltóság, amelyről annyi szó van, csak éppenséggel a tiszteletével mégiscsak baj van. Természetesen a család és azon belül a házasság szentsége és méltósága, ami a nemiséggel kapcsolatos újabb kérdéseket vet föl. Azután történelmi keresztény egyházak léte és ahhoz való viszony. Hangsúlyozni szeretném, hogy az üldözés nem csak Sri Lankán zajlik, illetve a harmadik világban, hanem itt Európában is. Azután a nemzetnek a léte, a kereszténydemokrata politika, a keresztény alkotó művészet, a szociális háló, ami mind a kereszténységnek köszönhető, és a szolidaritás, a szubszidiaritásnak az elve. Mindezek csak címszavak, amelyek hozzátartoznak a keresztény kultúrához, és amelyek a kereszténységből, annak örömüzenetéből vezethetők le. Ugyan hivatalosan, természetesen a civil közösségünk nem vesz részt az európai parlamenti választási kampányban, de azt gondolom, hogy az itt elhangzott gondolatok
és különösen az itt felszólalók olyan értékrendet képviselnek, amelynek nagyobb teret kell kapnia majd az Európai Parlamentben és az Európai Unió intézményeiben 2019-ben. Ez azért nagyon fontos, mert itt az előttem szóló kiválóságok már utaltak arra, hogy a nemzetek Európája, a szuverenitás megőrzése, illetve a keresztény gyökerek megóvása és a keresztény értékek melletti kiállás az kulcsfontosabb lesz az elkövetkező években és évtizedekben Európa szempontjából. Azt gondolom, hogy mindaz az erőfeszítés, amelyet tekintetben tesz civil közösségünk, az nem hiába való, és még egyszer ki szeretném hangsúlyozni, hogy azon példátlan politikai és ideológiai nyomás ellenére, amely folyamatosan ér minket, nemhogy megtörtünk volna, hanem terjeszkedni és szintet lépni kívánunk, és úgy látjuk, hogy ehhez Európa számos pontjáról kiváló előadók adják a nevüket ehhez a kezdeményezéshez, és nem csak a nevüket, hanem a munkájukat, az erőfeszítésüket, és fizikai jelenlétükkel demonstrálják azt az értékrendet, amelyet egyébként Magyarországon a nemzeti oldal képvisel. Zárásképpen annyit szeretnék rögzíteni, hogy ami ma itt elhangzik, illetve a záró nyilatkozat elfogadását követően természetesen nem kívánjuk befejezni a munkát, ez nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete, és abban reménykedünk, hogy a példa ragadós lesz, és az Európai Unió számos pontján ki tudnak törni a politikai korrektség kalodájából a nemzeti érzelmű civilek, és egyre több ilyen jellegű kezdeményezés lesz, nem csak Magyarországon, nem csak a V4 országokban, hanem adott esetben a Mag Európában, Franciaországban és Németországban.